Hát sziasztok, én Szabó Kristóf vagyok, az online marketingesnek az alapítója. És az a célom, hogy bebizonyítsam, hogy nem csak a kitűnő diákokból lehetnek sikeres emberek. Sokatoktól megkaptam, hogy beszéljek egy kicsit mélyebb dolgokról is, és ne csak így felületesen a vállalkozás indításról vagy a sikerességről. Ezért úgy gondoltam, hogy elmondom a véleményemet, hogy az öröm az miért nem egyenlő a boldogsággal. Én is sokszor tapasztaltam, hogy egy-egy dolog boldoggá tesz engem, viszont ez a boldogság nagyon hamar elillan. Viszont vannak olyan dolgok, amik tartósan fent tudják ezt az érzést tartani. Ilyen például nekem a barátaim, vagy a barátnő. Ezt a videót egy interjú ütlette meg, ami Dan Bilzeriannal készült. Dan Bilzerian egy igazi instacele, folyamatosan szép lányokkal, luxus világban, sportautókkal van, tehát igazából élvezi az életet. És azért az interjú ütlette meg ezt az egészet, hiszen ő sokkal hitelesebben be tudja ezt mutatni. Akinek ennyi pénze van, ő sokkal hitelesebben át tudja adni ezt az egészet. Én pedig annyit tudok csinálni, hogy a végén elmondom az egésznek a mögöttös tartalmát, hogy miért érzi ő azt, amit érez. Megkérdezték tőle, hogy boldog-e? És azt mondta, hogy nem. Azt mondta, hogy ezek a játékok, amik neki vannak, ezek csak örömfölcsöket adnak neki. Ami nagyon-nagyon veszélyes, mert egyre jobbnak kell lennie, hogy őt még tényleg örömmel vagy boldogsággal tudja eltölteni. Míg hogyha ne találtál lejjebb adja, akkor az már tartós szomorúsággal jár. Mondok egy nagyon egyszerű példát, amit ő hozott fel. Kijött a legújabb Ferrari, ő még aznap megvette. 120 km-t vezetett vele, és megunta, és el is adta. Mert ennyi ideig tudott neki örömet okozni, körülbelül 20 percig. Viszont ha ezek után ő beülne egy fullos Mercedesbe, akkor az már tartós szomorúsággal tölteni el, hiszen a szintjét lejjebb kellett adnia. Ugyanez van neki a lányokkal. Olyan lányokkal ló, hogy másoknak ez az álma lenne, de neki ez már nem okoz újdonságot, sőt már kicsit zavarja és őt már frusztrálja ez az egész. Ez az iskola példája annak, hogy valamit nagyon akarsz, eléred, és utána rájössz, hogy igazából ez nem is volt akkora nagy dolog. Amikor megkérdezték tőle, hogy melyik volt a legboldogabb napja az életében, akkor kis gondolkodás után azt mondta, hogy az, amikor a barátaival és a barátnőjével volt a strandon, ez a nap neki 5 dollárba került. Most akkor hogy lehet az, hogy egy 100.000 dolláros Ferrari csak 20 percig tud neki örömet okozni, egy 5 dolláros nap pedig egy egész napig, sőt még tovább is, hiszen ezt hozta fel most is egy jó emléknek. Nagyon egyszerű, mivel az egyik belülről fakad, mert a barátaiddal vagyis jól érzed magadat, a másik pedig egy külső társtól, mert a Ferrari tesz téged boldoggá. De megtanulhattuk, hogy az nem boldogság, hanem az csak egy örömfröccs, ami rövid ideig tart. Amit szeretnék, hogy ebből a videóból elvigyetek, az az, hogy semmiképpen se a külső tárgyaktól várjátok a boldogságot. Mert egy Gucci táska nem fog téged boldoggá tenni, az csak örömet ad, és amint megtanultuk, az öröm az sajnos nem tart örökké. Remélem ténylegesen értéket tudtam adni neked ezzel a videóval. Ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornámra, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!